A budapesti kereskedelmi és iparkamara délpesti tagcsoportjai immár 8. alkalommal rendezték meg a vállalkozók részére szervezett társasági tenisztornájukat. Az alkalmon megjelenteket Tarjányi János versenyigazgató, a 20. kerületi tagcsoport elnöke köszöntötte. Kedves barátaim, sporttársak, tisztelettel köszöntök mindenkit a budapesti kereskedelmi és iparkamara vállalkozók részére szervezett társasági tenisztornáján. Ez immár a 8. alkalom, nagy örömömre szolgál, hogy megint jelentős számban érkezett nevezés, úgyhogy én bízom abban, hogy egy jól eltöltött, remélhetőleg jó idővel megáldott napot zárhatunk a végére. A 20. kerületi tagcsoport elnökét követően a kerület polgármestere Szabados Ákos nyitotta meg a versenyt. Én szeretnék mindenkinek a mai alkalomra egy olyan sikeres napot kívánni, mint amilyen az elmúlt években volt, hiszen évről évre visszatér ez a verseny, azt gondolom, hogy valamennyi résztvevő örömére jelzi azt a fajta együttműködést és egységet, ami Délpesten tapasztalható a kamarák között, és azt kívánom, hogy minél jobb eredményeket érjenek el azok, akik ezen a versenyen elindultak. Láttam, hogy sokan hoztak kísérőt, az meglepő számomra, hogy ezek nagyobb részt nem hölgyek, hanem inkább urak, de hát gondolom én, hogy ez egy baráti vigadalomba is fog majd fordulni, elsősorban Jánosnak köszönhetően, aki mindenféle finomságokkal készült, ahogy nekem elmondta, sütött, főzött, és még talán üdítőt is hozott magával. Ha nem így van, akkor engem megtévesztett, én ezért kérek elnézést mindenkitől. Egyébként pedig a díjátadóra Hiller István országgyűlési képviselő, a parlament alelnöke fog jönni. Remélem, hogy olyan díjakat fog átadni, ami ösztökéli majd azokat, akik az idén itt voltak, hogy jövőre is ellátogassanak erre a rendezvényre. Komolyra fordítva a szót, én egyébként szeretném megköszönni Tarjányi Janinak és kollégáinak a mai napi szervezőmunkát, illetve valamennyiüknek azt a fajta együttműködést, amit közös munkájuk során tanúsítanak, hiszen ennek eredménye az, hogy szabadidejükben is képesek együtt lenni, és ezt az időt nem csak hasznosan, egészségesen, de lehetőleg eredményesen is együtt tölteni, úgyhogy én ezekkel a szavakkal Pest Erzsébet önkormányzata nevében köszöntöm a jelenlévőket. A tornán amatőr páros és amatőr férfi egyéni számokban indulhattak a versenyzők.